A nyugdíjas Kimi tud legjobbjait keresték ma a Vokéban. A versenyt több mint 10 éve rendezik meg azzal a céllal, hogy felkutassák a legtehetségesebb csapatokat vagy személyeket az országban, akik a kultúra területén valami egyedit és különlegeset tudnak bemutatni. A kanizsai területi elődöntőre 32 produkció nevezett. A Vokke Kodály Zoltán Művelődési Háza kezdetektől együttműködik a szervezővel, helyszínt és a lehetőséget biztosítva a környékbeli és a régióban tevékenykedő nyugdíjasoknak arra, hogy egy versenyen megmutathassák, mit is tudnak. Nagy Kanizsa és Vonzát körzetéhez tartozó művészeti csoportok szinte mindenki jelentkezett. Nem szeretnék kiemelni senkit, mert mindenki fontos számunkra. Csak annyit mondok, hogy a hazai pályáról is vannak közreműködők, művészeti csoportjaink és szólistáink is beneveztek ebbe a nívós versenybe. A néptáncosok, a nótakörök és a szólisták énekekkel, verssel, prózával álltak színpadra a mai elődöntőn. A szervező Vadaszán Aurélia szerint a megőrzött kulturális kincs Zalában rendkívül gazdag merítési lehetőséget ad. Egy hatalmas tömeget tudunk megmozgatni, több ezer fő az, aki jelentkezik, ha egész Zalát nézzük, és viszont a legnagyobb jelentkezői létszám pont itt van Nagykanizsán. A versenybe szállt előadók és csoportok hétfőn kapnak értesítést arról, hogy tovább jutottak-e az országos döntőbe. A finálét májusban rendezik Siófokon. Okay.